Sok szivar vég leborult már a Szigetország öklözőinek klasszisa előtt, a magyar boxolók is hatodszorra érkeztek összetartásra Kubába, ahol két hét alatt kegyetlen fizikai alapozás mellett amatőr világsztárokkal kesztyűztek, hogy aztán nyárig megpróbáljanak két-három riói kvótát szerezni, mert még egy sincs. Kovács László szövetség kapitány a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kapitány úr, ez szakmailag, ez a kubai két hét, ez olyan, mintha mondjuk a magyar futballválogatott, mondjuk Brazíliába menne? Hát akár lehetne így is fogalmazni, hiszen a felkészülésünk az ugyan nem most kezdődött január 1-től, hanem, hanem már a VB után, hiszen az első kvalifikációs lehetőségünk az a világbajnokság volt, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, hiszen két fővel tudtunk csak részt venni. De a, a, ugye a felkészülés az már a, a elmúlt időszakban, tehát tavaly elkezdődött ennek az első állomás volt a Magyar Bajnokság. A Magyar Bajnokság talán egy kicsikét egy ilyen válogató válgatott selejtező volt, megnéztük, hogy a srácok milyen fizikai felkészülésben, stílusokban, milyen jegyeket hordoznak, ami a mai ökörgásnak megfelel, és utána elkezdtük igazából a, Kvalifikációra, kvalifikációra, történő felkészülést, ez januárban úgy, hogy klinikai felméréssel, tereléses vizsgálat, és 8-án, ugye kiutazással Kubába. Mindjárt beszélünk az ezültábor tapasztalatairól, azt mondja meg, hogy mennyiben bonyolítja vagy nehezíti a kapitány munkáját az, hogy a sportág forrong? viták vannak, villámok csapkodnak, csak közben dolgozni kéne, és kéne hozni kvótákat, igaz? Ez nagyon megnehezíti a munkánkat, pontosan azért, mert nem, egy, nem egy, egy, stabil közegben kell ezt megoldani, hiszen bármi cselekszünk, az lehet éppen egyik társaság által megítélve nagyon jó, a másik társaság által, vagy, vagy irányvonal által egy egészen rossz teljesítmény. Én úgy gondolom, a sportág nem érdemli meg azt, hogy ilyen, ilyen környezetben tudjon felkészülni, már csak azért sem, hiszen azoknak a srácoknak, akik kvótát kell szerezni, azoknak elég nehéz feladatuk lesz. Hát ugye kvótát lehet még Isztambulban és Bakúban is szerezni, helyeket Rióra nyárra. Azt tartja most is, hogy meg lesz az elvárt és ígért két-három kvóta? Nagyon remélem, hiszen azt a teljesítményt a srácokból, a tehetségük által és a felkészülésben való részvételből azt mutatja, hogy mindenképpen ezt a kettő-három kótát kéne hoznunk. De egyébként lesz több lehetőségünk, hiszen ebben az évben lehetősége van két ökölvónknak, Harcsazulónak és Bacskai Balázsnak, hogy a VSB-ben részt vegyen, és lesz egy harmadik lehetősége ennek a két versenyzőnek a VSB kvalifikációja, ami talán egy kicsi plusz előnyt ad, plusz lehetőséget ad. Hát igen, ez a, a másik, olibiai, ez a fél profi jellegű, innen is igen, lehet majd igen, Az olimpiai való megszerzésére. Hány emberben van ott a potenciális lehetőség a magyar rövöklözők közül Rióba? Kezdjük említett marcaszoliba? Én úgy gondolom, hogy három, három olyan súlycsoportunk valaminek, ami illő, hogy bekerüljön, és természetesen van egy pár olyan fiatal tehetséges versenyző, aki még akár kellemes meglepetést is tud okozni. Kezdjük talán velük, hogy 52 kg-ban aki az elmúlt évnek talán egy, egyik meglepetése volt felfedezetje, hiszen az Európa-bajnokságon bronzélemmel zár, de Ugye felsorolhatom még 81 kilóban Hámori Ádámot, aki már ifjúság és junior versenyzőként is bebizonyított, hogy a világ tud szerepelni, és ugye 91 kilóban Sárvói Gergő, aki szintén meglepetést tud okozni. De nézzük a stabil 60 kg, 69 és 75 kg van, tehát 60 kg a Varga, még ugye többszörös olimpiát megjárt versenyző, és természetesen az ifjúsági Európa bajnok, volt Európa bajnok Gálos Roland, aki harcol azért, hogy a kvóta megszerzését ö, oda tudjon lépni, és természetes a két nagy ágyunk, lehet így fogalmazni, harcsa és bacskainak megvan minden, mindenképpen az az esélye, lehetősége, hogy kvótát tudjon szerezni. Ö Idén mit kellett alapozni így a kvóta nélküli helyzetben, hat év alatt hatodszor Kubában, a penzum általában ugyanaz szokott lenni ezekben az edzőtáborokban? Hát azért egy kicsikét változik, hogyha a keverési arány nézem, egy 60-40 százalékos elosztásban a fizikai képességek fejlesztésére fektetünk nagyobb hangsúly, de természetesen itt sem lehet eldobni azokat a technikai, taktikai elemek gyakorlása, ami mindenképpen kell az ökővásban, de azért ma egy irányvonal van, a boxban, hiszen az erő, az erőbox az megjelent, a profiból átvettünk bizonyos stílusjegyeket, ami nem a finomságon alapul, hanem igazából a fizikai erő, fizikai ö, megtörésen, és ez, ez mindenképpen ugye meghatározza a szakmai munka mihenségét is. Ez a box jövője, vagy ez egy divat, és ugye, mint a divat tudjuk, ciklikusan változik, visszatérnek, meg eltűnnek iskolák. Ez esetben miről van szó? Én nagyon remélem, hogy ez, ez csak egy divat, és a boxban vissza fog jönni az az irányvonal, amikor a kreativitás, a gyorsaság, az ötletesség fogja meghatározni az ökölvás szakmaiságát. Persze el, előfordul ez is, hogy lesznek olyan versenyzők, lesznek olyan egyéniségek, ami, ami ugye az erő erőt fogja előnybét helyezni, de nagyon remélem, hogy az, a, amit láttunk Kubába is, a kubai versenyzőktől, hogy az a, az a gyors kreativitása, az ellenfélhez való alkalmazkodás, magasfokú alkalmazkodása vissza fog jönni az amatőrök könyvásban. Na most az erőbox mostani divatossága és hódítása, az a magyar stílusnak, meg a magyar mentalitásnak és boxiskolának nem igazán kedvezik az? Hát ha lehet így fogalmazni, azért nem igazán tényleg így van, mert azért a, a magyar ökölvok túlnyomó többsége az igazából kreatív ökővás, tehát Mindenki egyéniség. Tehát nem lehet azt mondani a magyar ökölvásra, hogy azonos stílusú versenyzők vannak, hogyha megnézzük külön-külön a versenyzőket, akkor egy egyéni stílussal próbálják megoldítani a világot. Persze ebben, ha, ha összességében akarom nézni, akkor mindenképpen az a jellemző, hogy, hogy egy kreatívan, egy alkalmazkodó bunyót próbálunk végrehajtani, sajnos nem mindig megfelelő erővel, fizikai képességgel. Hát igen, azt is mondta egyébként itt az edzőtábor után, hogy nagyon jó volt az, hogy itt ennyit tudtak fizikálisan gyakorolni, hiszen a srácok nincsenek hozzá szokva itthon a napi három tréninghez, így fogalmazott. De miért, de miért, de miért nincsenek? Hát az az igazság, hogy nem mindenki, ha lehet így fogalmazni, végzi ezt a sportágat. Tehát nálunk azért csak a top garnitúrát tudjuk finanszírozni, illetve tudja finanszírozni a Magyar Olimpiai Bizottság Gerep Gerevics Alapítványa. Tehát nehéz megoldani azt, hogy ők teljes mert igazán be tudjanak. Hát igazából amatőrökön Na jó, de azért akkor ezek szerint a, ott a krém, az a néhány versenyző főként, akik kvótára számítanak, számukra azért nem idegen ez a három. Természetesen Én, nem igazán egy általánosan megfogalmazó dolog, az nem azt jelenti, hogy hogy azok a versenyzők, akik már eddig is letettek a világ élvonalába, a névjegyüket, azok nem ö, tudják végrehajtani azt a edzés ö, számot, amit egyébként elvár a világ tőlük. Most kapitányunk tavaly ősszel azt mondta a magyar nemzetnek nyilatkozva, felmerült bennem, hogy önvizsgálatot kell tartanom, hiszen az elmúlt időszak pontosan megmutatta, hol vannak azok a pontok, ahol hibáztunk, miben kell felülvizsgálnunk a versenyzők felkészülését. Ugye a hullámvölgyben van a magyar box, de úgy, ér, úgy érzem, mondta, hogy a meglévő állományon megoldhatóak a gondok. Most optimistább? Bár nincs kóta. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit optimistában látom a világot, hiszen... Pontosan, a, nagyon fontos az a felkészülésben, hogy a, a versenyzőink milyen belső motivációval indulnak egy világversenynek. Én ma azt látom, hogy az a motivátság megvan a versenyzőkben, hogy eredményt tudjanak elérni, de ez attól függetlenül azért az önvizsgálatot meg kell tartani, hiszen minden év elején, mikor egy felkészülési programot összeállítunk, akkor ezzel kell kezdeni, hogy mik voltak azok a tényezők, ami ami elősegítette az elmúlt időszak munkáját, és mik voltak azok a hátráltató tényezők, amivel talán az eredményesség nem, tud, az eredményesség nem úgy tudtuk hozni, mint ahogy szerettük volna. Ha már Bocskait említettük, említsük Bocskait is, hiszen egy Bocskai emlékverseny, ez egy fontos megméretet, és általában is az évelején a magyar boxba, ez következik a jövő héten. Itt van eredménykényszer? nincsen eredménykényszer, hiszen a felkészülés olyan állapotában vagyunk, ami ami nem igazából azt hozza, hogy most top állapotban kell lenni a csapatnak. Én igazából azt, azt várom tőlük, hogy annak a, a felkészülési foknak megfelelő teljesítményt nyújtsanak, tehát egy jó boxal eredményesen tudjanak szerepelni, tehát ez a, ez a, döntő érem közeli állapotot tudják hozni a srácok, de nem utolsó sorban az lehessen látni, hogy nem fáradnak el, hiszen felkészültek, azt tudják mutatni, hogy felkészültek a következő időszak versenyére. Tehát itt ki kell emelnem még egy kevnici hallei tornát, és nem utolsó sorban ugye Magyarországon március első hetében lesz egy kvalifikációs versenyünk a Széchenyi emlékverseny, ami mindenképpen meghatározó lesz a válogatott keret összeállításában. Hát kapitányok, legyen három a Magyar Igazság Rióra, májnta számokat remélyen. illetően. Jó munkát, köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.